Sziasztok, és üdv mindenkinek! Ott tartottam az előző részben, hogy ugye szerveztem egy bulit, ami lassan elkezdődik majd, viszont ha emlékeztek, akkor a szimjeink jelentkeztek ugye ösztöndíjakra, és azt meg szeretném nézni, hogy visszajöttek-e már az eredményeik az ösztöndíjakról. Úgyhogy először megnézzük Dinával, nem tudom, hogy mit csinál, tokiszulani nyelvet gyakorol éppen, de fejezzük be és nézzük meg, hogy megjöttek-e az ösztöndíj eredmények. Egyébként ezt a részt lehet, hogy ki fogom rakni, nem tudom, hogy milyen nap van, szerda, igen, szóval ma kijött egy rész ugye ebből, és lehet, hogy ezt a részt ki fogom rakni holnap, azaz csütörtökön. Az egyiket nem kapta meg, de a másikat megkapta, úgyhogy Dinának van egy ösztöndíja. Most megnézem gyorsan, hogy esetleg van-e azóta valami más, amire tud jelentkezni, mert ő jó lenne, hogyha minél többet nyerne. Tud jelentkezni a karrieresre is, úgyhogy arra is jelentkezni fogunk. Jó, Dinával megnéztük, Celine-nel újra kellett jelentkeznem, mert hát ugye meghalt. Úgyhogy ő elveszítette sajnos az ösztöndíjait, de vele már jelentkeztem újra, viszont még egy picit várni kell majd, amíg megnézhetjük, hogy ő megnyerte valamelyiket, vagy sem. Celine addig elkezd készülődni a partijára, mert ugye most ő a host, úgyhogy mit kéne csinálni itt? Replace. Rakjunk bele egy kis pale ale-t, amíg Nate megnézi az ösztöndíját, meg is teppelem, hogy elő legyen készítve a dolog. Berakok valami zenét, mondjuk ezt kikapcsolom, és inkább ezen rakok be valami zenét. Jó, hallgassanak ilyen twin popot, és Nate megkapott 2 ösztöndíjat is, viszont ő nem kapta meg a sulis ösztöndíjat sajnos. Jó, ezt a zenét picit felhangosítom, remélem, hogy nem fog túl hangos lenni. Emilynek van még elméletileg ösztöndíja, úgyhogy nézzük meg vele is. Addig Nate-tel is megnézem, hogy tudok-e azóta valami másra jelentkezni. Nem itt, hanem itt. Szóval lehet, hogy ki fogom rakni csütörtökön ezt a részt, de azt se szeretném, hogy túlságosan lemaradjatok, mert gondolom nem tudja mindenki megnézni azonnal, amikor feltöltök egy részt. Ugye akármilyen indokból, mert sulisztok, vagy bármi, és nem akarom, hogy nagyon lemaradjatok. Na nézzük. Emily megnyerte az atlétika ösztöndíjat, úgyhogy természetesen vele is megnézem, hogy azóta... Jó, igen, elindítom a partit. Szóval, hogy azóta esetleg ő tud-e valami másra jelentkezni, és Trisztánt előléptették. Jó, most már tud még meg nem jelent játékokat streamelni, illetve kapott 400 pénzt, és ez a szék sajnos nem működik rendesen, nem tudom, pedig ezt elvileg javították azóta, de valamiért még mindig vannak olyan székek a játékban, amikre... nem ezt akartam. Na mindegy. Szóval, amikre előbb le kell ültetni a simet, és csak utána tudják használni a számítógépet, és nem tudom pontosan, hogy ez most a szék hibája, vagy a számítógépé. Jó, Tristant most elküldöm, most nem maradjon itthon, bár egyébként pont buli van, tehát akár itthon is maradhatna. Jó, jelentkezünk Emilyvel megint erre a kajás ösztöndíjra. Aztán Celine-t átküldöm ide táncolni. Ja, igen, tehát majdnem elfelejtettem, hogy ez egyébként egy ilyen cél event. Úgyhogy oda kéne figyelni arra is, hogy mik a célok. Jó, töltsünk meg Nate-tel poharakat. Dina előbb befejezi szerintem a házi feladatát, és ő majd utána fog csatlakozni. Jó, szóval csatlakozni a bulihoz. Amúgy elméletileg már ezt a bugot is kijavították, hogy oda zoomol folyamatosan a telefonáló szimekre, akik ugye megjelennek. Tristan egy picit elfoglalt jelenleg. El kéne mennie mégiscsak dolgozni? Hát igen, menjél dolgozni. Tudom, hogy épp buli van, de szerintem Tristan most épp úgy gondolja, hogy most ezt a streamerkedést legalább komolyan fogja venni, ha már más nem. Azt kéne, hogy 3 szimünk egyszerre hallgassa a rádiót, úgyhogy ide küldök 3 szimet. Jó, meg vagyunk az első céllal. Nem hiszem, hogy ez sikerülne, hogy 3-an egyszerre playfulak legyenek, de flörtölni tudnánk. Amúgy itt van Emily barátja. Minden igaz, meghívtam őt is, de ez nem azt jelenti, hogy el is jött. Persze nem jött el nyilván, de eljött. Jó, hát ugyanúgy, ahogy az előző buliban, itt is házi feladatot írnak a szímjeink. Felhívom Eliaszt, hogy jöjjön már fel az emeletre, ne legyen már ekkora nerd. Celine-nel megköszöngetem itt egy-két embernek, igazából elég, hogyha egynek megköszönöm, hogy eljött, azt fogalmam sincs egyébként, hogy hol találom vajon. Gondolom a friendly-ben lesz, csak lusta voltam végig.
végig kattintgatni itt ezeket. Itt van, megtaláltam. Most már kéne csinálnunk egy extendet is valakivel. Jó, ez a két srác úgyis beszélget egymással, Nate és Jensen, úgyhogy ők csinálhatnak egy extendet. Végre Dina is végzett a házi feladatával, úgyhogy azt hiszem, hogy ő is csatlakozhat a bulihoz. Cassandra eljött vajon? Vele olyan régen beszélgettünk. Ja, ez nem az. Azt hittem, hogy ő Cassandra, de nem. Sajnos nem látom Cassandrát, úgyhogy csak táncoljunk itt a zenére egy picit. És Emilynek pedig szakítania kell ugye egy Simmel. Előbb próbáljunk meg valakivel flörtölni. Tristant már egy ideje zaklatják a nézői a 24 órás streammel, és eljött az ideje annak, hogy Tristan is megcsinálja ezt. Minden donáció a nézőktől azt jelenti, hogy plusz 5 percet streamelnie kell. Jó, és mit csinál Tristan? Jó, próbáljuk meg. Na nézzük. Jó, szóval Tristan úgy gondolta, hogy elég az is, hogyha csak elindítja a kamerát, és 24 órát alszik a kamera előtt, de ez a nézőknek nem igazán tetszett. Úgyhogy egy kis teljesítményt veszített. Most már csak azt kéne eldönteni, hogy kivel flörtöljön Emily. Ha már úgyis szó volt róla valamelyik részben, flörtölhetne egy picit Malcolm-mal. Közben csinálunk még egy kextendet, most Celine és Alexis kextendelnek egyet. Bár nem láttam, hogy az előző sikerült-e vagy sem, de mindegy. És Malcolm-ot is elvesztettem közben, pedig nem olyan nagy ez a ház, de nem találom. Á, itt van. Ja, hát ez előbb ott volt, most hova tűnt? Malcolm konkrétan elbagolt valahova. Nem baj, mindjárt megtaláljuk őt. Á, itt van. Ott van, ahol lennie kellett volna eddig is. Tudunk flörtölni arról, hogy kompatibilisek egymással a csillagjegyeik. Oké, megdicsérem a külsejét is. Csak úgy flörtölgetek vele egy picit. Úgy látom, valakik itt elfoglalták Emily szobáját. Ez most már inkább tűnik tini partinak, mint amikor simán csak a leckéjüket írták mindannyian. Na, most rámegyünk a Heat of the Moment kiss-re, a kedvenc interakciómra. Szerencsére Malcolm jól fogadta, úgyhogy... Mik történnek itt? Tegyünk úgy, mintha nem láttunk volna semmit. Emilyék átmentek valamiért a fürdőszobába, és itt a fürdőszobában megtörténhet az első csók. Talán azért mentek ide, mert hogy ne lássa őket senki, de most, hogy megvan Malcolm-mal az első csók, átmehetünk ide a szomszéd szobába Eliashoz, és neki megmondhatjuk, hogy hát ennyi volt. Ne haragudj, de... találtam nálad jobbat, bocsi, szegény Elias. Vajon mit fog szólni hozzá, szegény Elias? Szegény. Nem, mint olyan nagyon komoly lett volna a kapcsolatuk. Körülbelül egyszer randiztak talán, és ennyi. Jó, ezzel kipipálódott Emilynek a célja, és kell egy... szóval kell nekem egy ellenséges rivális. Ezzel majd egy picit később foglalkozunk. Vannak rá terveim, de egyelőre próbáljuk meg azt, hogy Celine elérje az aranyat ezen a partin, úgyhogy csináljunk még egy kextendet. Mondjuk Tristan alszik. Úristen, Dina. Na, végre legalább egy kextendet meg tudunk nézni ebben az epizódban. Most Nate és az egyik srác haverja csinálják. Jó, nagyon ügyesek. Na, sikerült is nekik, tökéletes, és ezzel elértük az aranyat ezen a partin. Úgyhogy lassan talán be is fejezhetnénk a partit, mert holnap suli van, úgyhogy ezeket a maradék söröket azért még igyuk meg. Akik ébren vannak, még megihatják, pont 3-an maradtak ébren. Dina úgy látom már nagyon-nagyon az alváshoz készülődik, mert már egy ideje a hálóruhájában van, úgyhogy őt el is küldem aludni. Nétet is elküldtem előbb, hogy induljon el vécézni, és jó, úgy látom, hogy elindult bár. Most már hiába megy, mert már nem fog neki összejönni sajnos. Konkrétan a WC előtt fogja összepisélni magát. Befejezem a partit, még nem tudom, hogy Malcolm mit szeretne itt Celine-től, csetelni szeretne csak. Nézzük szegény Nate-et. Mit csinálsz? A kínjában azt se tudja, hogy merre menjen. Jó, elsétált a WC-ig, és inkább visszajön, és mindenki óra előtt pisili össze magát. hogy nem is összepisélni akarta magát, hanem elájulni. Ups, ez kínos. Véget vetek a partinak, mielőtt Nate felébredne és tényleg bepisilne, és aztán holnap mindenki arról beszélni a suliban, hogy összepisilte magát a házi buliban. Jaj, ne, késő! Gyorsan menjetek! Ne lássad, te is! Jó, hát egy páran látták sajnos, hogy összepisili magát Nate. A Celine-nek az lenne az utolsó feladata, hogy 250 követője legyen a Social Bunny-n, ami ugye már megvolt neki, csak a halála miatt sajnos nem
tudtam azóta nem jöttem rá, de egyébként megvan neki, tehát nem értem, miért nem pipálja ki. Szóval mióta meghalt Celine és újraélesztettem azóta, ugye eltűntek a követői Social Bunnyn, és egyelőre nem jöttem rá, hogy mivel lehet őket visszaszerezni, mert a szokásos módszerek nem működtek. Jó, mindegy, mindenki menjen aludni. Szegény Emily egy picit azért szomorú a szakítás miatt, de mennyi ideig szomorú? 7 óráig lesz szomorú, úgyhogy azért annyira nem. Viszont úgy látom közben, hogy Malcolmot nem csak kedveli, hanem konkrétan halálosan szerelmes lett belé. Érdekes. Milyen jó kaját csinált. Jó, megesszük ezt a finom kaját, addig Haydent mondjuk megpróbálom hazaküldeni, hogyha hazabírom. De nem találtam az opciót. Mindegy, akkor terjesszünk el valami pletykát, természetesen Celine-ről. Na, mi lesz a pletyka? Kíváncsi vagyok. Celine az igazgató titkos gyereke. Mindjárt 7 óra, és Nate nem igazán aludta ki magát, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy neki el kéne ma mennie a suliba. Úgyhogy megpróbálok vele kivenni egy szabad napot. Igen, szóval még egyszer. Szóval kiveszek Nate-tel egy szabad napot. Mondjuk ahhoz fel kéne kelni. Jó, Nate kivette a szabad napját, úgyhogy visszafektetem aludni egy picit. Dinával mi a helyzet? Dina egészen jól van. Úgyhogy ő mehet suliba, ahogy nézem egy picit. Mi? Micsoda? Nem. Szóval Dina alkoholista lett. Tudom, ez nem egy vicces téma, de úgyhogy bocsánat, hogyha valakit esetleg érzékenyen érint ez a téma, de valahogy így Dina lenne a legutolsó, akiből kinézem az alkoholizmust. Úgyhogy most ez egy picit meglepett. Emilyről pedig valaki pucér képeket csinált. Jó, láttam egyébként a Tom Peepinget itt ólálkodni a környéken, de az a probléma, hogy Emily nem volt pucér, úgyhogy. Most elküldöm őket egyedül a suliba. Ugye Nate itthon fog maradni, megvárjuk, amíg ő fel kell. Emily az egyik kedvenc ruhámat vette fel, amit ráadtam, tök menő ezzel a kis táskával. Tanuljunk keményen, mert nem szeretném, hogy bárkinek problémája legyen a suliban. Ó, szegény cicának megint nincsen homia. Nem is éhes, szóval. Nem baj, adunk neki egy kis kaját, és utána meg szeretném nézni Tristannal gyorsan, hogy milyen játékokat tud most éppen streamelni. Sims Infinite. Ennyi. Farming with Friends. Hogy áll neki most a skillje? 5-ös szinten van az Entrepreneur skill. Jó, csinálunk egy olyat, egy Research Business Plan. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor elméletileg nem tudom, hogy melyiket csináltuk legutóbb. Azt hiszem, hogy az Angel Investort hívtuk fel legutóbb, de próbáljuk meg most ezt a másikat. Valamelyikkel több pénzt lehet keresni, mint a másikkal, de már nem emlékszem, hogy pontosan melyikkel lehet a több pénzt keresni. Ó, szegény Nate, valamiért nagyon-nagyon szomorú, de igazából nem tudja ő maga se az okát. Mindjárt elmúlik, úgyhogy annyira nem gáz. Remélem a többi szimünk nem lett alkoholista azért, mert megivott 3 pohár sört. Jó, szerencsére a többieknek nem lett ilyen problémája. Most felkeltem Nate-et, mert nem akarom, hogy az egész napot átaludja azért. Jó, nagyon jó eredményeket ért el Tristan a business plan-jével. A lámák sorban állnak, hogy donételhessék a pénzt, de nem látom a pénzt. Tehát hol a pénz? Ez egy bug. Nem tudom, hol a pénz sajnos. Pedig azt mondták, hogy donételnek egy csomó cash-t. Mindegy, volt még itt egy pár opció. Ugye tudunk egy új Sims játékot streamelni, de tudunk streamelni egy ilyen formulósat. Először reklámozom. Reklámozom a streamet. Jó, mindig elfelejtem, hogy arra a székre se tud leülni normálisan. Úgyhogy először reklámozom a streamet, és megnézzük, hogy utána, hogyha streamel, akkor vajon mennyivel lesznek többen. Jó, ilyen Sims-egyszerű játékot streamel. Itt is hagyom őt, hogy csinálja. Itt vagyunk közben Nate anyjával és húgával egy étteremben, és kaja nincsen, mert nem működik a dolog, úgyhogy tegyünk úgy, mintha éppen vacsoráznának. És azt akartam, hogy itt legyen az apja is, de valamiért ő azt mondta a telefonban, hogy ő nem ér rá most eljönni, de azért megpróbáljuk még egyszer felhívni Sheila-val, az anyukával. Látjátok, Enzo elfoglalt. Enzo nem ér rá a családjával vacsorázni, de most láthatjátok Nate anyukáját, illetve kisugát, ő itt Sheila, ő pedig Amelia. Sheila nem dolgozik semmit, ő csak élvezi a gazdagságot. Még jó, hogy kikapcsoltam egyébként a szabad akaratot, hogy ne mászkáljanak össze-vissza, de mégis össze-vissza akarnak mászkálni. Jó lenne, hogyha tudnánk kajálni, de van itt ugyan egy séf, de semmi nem működik, szóval most ebből nem lesz vacsora. És azért jöttek el vacsorázni, mert igazából így nincsen különösebb indoka. Sheila felhívta Nate-et, hogy
szeretne-e velük tölteni egy vacsorát. Nate eldicsekedett kicsit a jó jegyeiről. Lelkesedünk picit a fitness iránt. Úgy látom, hogy Amelia is lelkesedik a fitness iránt. Jó, Sheila kicsit panaszkodik a kényelmetlen székek miatt. Ugyanis Sheila azt hiszem, hogy ő... Igen, ő high maintenance. Úgyhogy ő ilyen minden miatt panaszkodós szím. Gratulálunk neki az eljegyzéséhez. Ja, hogy nem tud ülve gratulálni, hanem azt ahhoz mindenképpen fel kell kelni. Értem. Négy szülei nagyon izgatottak ezzel az eljegyzéssel kapcsolatban. Ha minden igaz, akkor Lunának az apukája Jacques, ő is a bűnöző karrierben dolgozik, úgyhogy lehet, hogy Enzóval éppen ilyen üzleti kapcsolatban vannak, és azért támogatják az esküvőt négy szülei. Persze a gyerekről még nem hiszem, hogy tudnának. Nate elmondja az anyukájának is, hogy nem teljesen biztos ebben a házasságban. De beszélhetünk az ősökről, vagy nem tudom, hogy ez pontosan mi akart lenni, a családfáról. Aztán viccelődünk is egy picit az esküvőről. Szóval Sheila úgy gondolom, hogy eléggé befolyásolná Nate-et, hogy menjen bele ebbe a házasságba, mert jól fog vele járni. Szegény Amelia meg itt csak el van a háttérben, nem tud nagyon semmit csinálni. Mindegy, itt legalább Nate tud egy kicsit kajálni, és nem fog éhen halni szerencsére. Sheila pedig rendelt magának egy italt, és valahogy el kéne mondani Sheilának, hogy egyébként Luna terhes, de nem látok arra sajnos opciót. Szóval ezt egyelőre titokban tartjuk szerintem a szülők elől, aztán majd kitalálom, hogy hogyan mondják el. Egyelőre Sheila kioktatja csak egy picit Nate-et a felelősségeiről. Sheilával egyébként a kedvenc italát rendeltem, ami valamiért a Plasma Jane, pedig Sheila nem vámpír, tudtommal. Igen, és rosszul is lett tőled, akkor miért az a kedvenced? Olvastam egyébként közben, hogy valamelyik őtök írta, hogy ő szerinte maradjon meg a gyerek. Írhatok még egyébként véleményt ezzel kapcsolatban, egyelőre nem döntöttem el. Luna szerencsére csak egy gyerekkel terhes, úgyhogy annyit még talán hajlandó is vagyok megtartani. Úgyhogy most azt hiszem, hogy ezt a részt is Nate-tel fogjuk befejezni, bár reméltem, hogy lesznek külön interakciók a terhességgel kapcsolatban az anyukájával, de sajnos nem volt. Az lett volna a lényeg, hogy elmondja az anyukájának. Közben Nate-nek kijött egy olyan, hogy nem szeretne a családja közelében lenni. Ez valamelyik parenthoodos tinédzser fázis. Úgy gondolja, hogy senki nem érti őt meg. Mondjuk Ameliával ettől függetlenül úgy látom, hogy jóban maradt. Na mindegy, szóval befejezem ezt a részt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, szokás szerint iratkozzatok fel, hogyha még nem lennétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!